Mindenki foglalja egy párt magának, körülbelül súlyba egy formát. Amikor még aktív sportoló voltam, akkor a Demko Norbi, a sajtófőnök felhívott, hogy mit szólnék én hozzá, hogyha megsajtóznánk azt, hogy én vagyok a DVTK futballcsapatának erőléti edzője, amit úgy próbáltunk eladni, hogy ugye meg is csináltunk egy edzést, csapatképet, stb. Tehát teljesen hihető volt, ugye ez egy április 1-jére készült dolog volt, de elég jól lejött úgymond a sajtóban, mert elég sok helyen megjelent, és elég sokan el is hitték, hogy én tényleg az előléti edző vagyok. Nem volt velük probléma, Szivics mester, ő volt akkor mondogatta mindig, hogy a Kádárt hajtsam meg a Eleket, tehát itt mondta a kedvenceit, és én azt vettem észre, hogy élvezték is a játékosok, és akkor itt mindenkiből kijött ugye a küzdőszellem, meg az a dolog, hogy egy olyan feladatokat próbáltam összeállítani, ami valamilyen szinten testhez álló nekik is. Deák Bárdos Mihály tehát a DVTK futballistáit is megmozgatta korábban. Azóta már visszavonult a Diósgyőr olimpiát is megjárt birkózója. Az elmúlt években a Miskolci Sportiskola szakmai vezetőjeként tevékenykedett. Ezt a munkáját megőrizte, de a közelmúltban a DVTK regionális fejlesztési vezetője lett. Azt szeretnénk, hogy minél több gyerek kapcsolódjon be a DVTK vérkeringésébe, minél több gyerek kezdjen el sportolni a DVTK színeibe, de először is én úgy gondolom, hogy a városi szinten kell rendezni ezeket a dolgokat, és utána tudunk majd lépni a megyei dolgokra, illetve a regionális fejlesztésekre, mert ugye a fejlesztéseknek két pillére van, az egyik a létszámbővítés, a másik pedig az eredmény növelés, mert ugye azért neki a sportból jött, meg a sportban él, és a legjobb fokmérő az az eredmény, és azt szeretnénk, hogy minél eredményesebb legyen a DVTK ese. Az egyik nagy célunk az, hogy 2026-ra mondjuk meg tudjuk duplázni a DVTK ese résztvevőinek a számát, illetve mivel 2012-ben én voltam az utolsó, aki olimpián Diósgyőri színek beindult, ezért az is cél, hogy 2024-re, most már a következő olimpiára minél több versenyző jusson ki DVTK színekbe. A létszám növelés érdekében első alkalommal rendez sporták választó táborokat a DVTK nyáron. Azokat a gyerekeket várjuk, illetve azokat a gyerekeket látjuk szívesen, akik még nem döntötték el, hogy milyen sportágat szeretnének választani, de mindenképpen szeretnének sportolni, és itt lehetőség lesz a DVTK esének a sportágának a bemutatkozására, illetve a szabadidő, úgymond hasznot eltöltésére, ami azt jelenti, hogy különböző kiegészítő és fakultatív programokkal, tehát nem csak maga a sportról szól, hanem lesz benne kirándulás, lesz benne esetleg egy különböző fakultatív program, amit a gyerekek élni tudnak. Az egyhetes turnusok alatt több sportágba is belekóstolhatnak a gyerekek. Asztali tenisz, atlétika, birkózás, judó, tájfutás, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, tehát egy 8-10 olyan sportág, ami úgymond a DVTK-nak ugye az ászlós hajói, és azt szeretnénk, hogy minél több gyereket tudnánk bevonni a sportolásba. Már az első napon Deák Bárdos Mihály sportágával, a birkózással ismerkedhettek meg a gyerekek. És ha már birkózás, nem maradhatott el a nosztalgiázás sem. Deák Bárdos Mihállyal ugyanis ellátogattunk a Diósgyőr birkózó termébe is feleleveníteni a régi emlékeket. Az első olimpia, Sydney, a
amikor leszálltunk a repülőgépről, és akkor úgy fogadtak minket a külhoni magyarok, az akkori, az olyan, akik 56-ba kikerültek Ausztráliába, úgy fogadtak minket, mint valami popsztárokat, vagy ilyen média személyiséget, hogy leszálltunk a gépről, és magyar zászlókkal, tényleg úgy fogadtak minket, mint ahogy az kellene is sokszor, de ez egy nagyon megható élmény volt. Egy biztos, nem bánta meg, hogy a birkózást választotta. Mindent a birkózásnak köszönhetek, illetve annak a mentalitásnak, amit a birkózáson keresztül tanultam. Tehát annak a mentalitásnak, hogy meg kell küzdeni mindenért, és hogyha küzdelem, tehát az akaraterő és a küzdelem és a szorgalom nem hiányzik, akkor minden valóra vált, amit szeretnél.